Rumics révén letámad a Szeged. Így Marek kénytelen előre vágni. Deák megtorpant, és ugye el tudja mellette vinni a játékos. Ketten is érkeznek középen, jön a befasz, és megszerzi a vezetést Daru Bence góljával a Csákvár a mérkőzés második percében. Hideg zuhany mondhatni, hiszen épp hogy elkezdődött a mérkőzés, már is hátrányba kerül a Szeged. Deák István megtorpant, és így nagy lendülettel el tudta mellette vinni a labdát a csákvári játékos. Ketten is érkeztek középen, végül Daruhoz került a labda, akinek ez a feladat már nem okozott gondot. Daru Bence 6. gólját szerezte ezzel, vezet a Csákvár. Csiópokon játszott 1-1-es döntetlen, João Janeiro együttese, akkor egy véleményes lesgyanús szituációt követően jutott vezetés ez a balatonparti csapat. Győrbe kapott meg egy 11-es gólt, és itt már is az első szegedi lehetőség. Gajdos próbálkozott távolról, bizony résen kellett lennie Mareknek. Fordulhat a Szeged, Grumics, Gajdos, két támadó, most érkezik Jovanovic, Germán is a második hullámban már ott van, Gajdos, most kapja Germán, ezt el lehetne lőni, Germán lő, és a kapufáról vágódik fölé, de beleért még a kapus is, úgyhogy szöglet. Érdekes kirúgás, lecsúszott a labda Marek Tamás lábáról. Ez jó kiugratás Germántól, Grumics lőhet a kapu mellé. Kocsis, lágyan, Daru fejjel, ott a második csákvári gól. A találkozó 19. percében Sejben Viktor góljával már... Sejben Viktor volt az, aki... belepöckölt a labdába, ami így a hálóban kötött ki. 2-0. Tuti. Vara nagyot küzd. Jól fedezte a labdát, meg is meg tudta tartani. És ez is jó Gajdos irányába. Át is tudja venni, a lövés azonban lecsúszott a lábáról. Úgyhogy Marek könnyedén megfogta a labdát. Figyeljük közben Gajdos akcióját, jön a beadás. Még mindig ott van, ollózó mozdulat, Jovanova is levágódik, Grumics lövése pedig centikkel ment el a keresztléc fölött. Fél óra telt el a mérkőzésből, Daru valamint Sejben góljaival 2-0-ra vezet a házigazda. Kuti. Germán megcsúsztatja, Grumicsnak ez jó lehet, Germán visszakapja is, szépít a Szeged. Germán Tamás a gólszerző. 31. perc. Az a 31. percében Germán Tamás góljával szépített a Szeged együttes a találkozóállása 2-1. Kuti bedobása után Germán tovább csúsztatta, Grumics pedig nagyon okosan visszakészítette a csapatkapitánynak, aki a lábak erdejében kilőtte a hosszú alsót. Ez volt Germán 9. gólja a bajnokságban, ezzel torony magasan ő vezeti a tiszapartiak házi góllövő listáját. Kapu elé, Deák, le tudja fejelni, második hullámban most érkezik Mol, még mindig ő, Grumics, Germán lő, megpattan, szöglet. Benne van a levegőben a szegedi egyenlítő gól. Zvara. Grumics, gólhelyzet, Grumics gól, de... szabálytalanság történt középen, úgyhogy nincs meg az egyenlítő gól, sőt sárga lap lesz, az is kiderül mindjárt, hogy kikapja. Olá, ugye Daru, Kocsis kapja ügyesen középen, és a kiugratás is jó, ez lassan gólhelyzet, jön a labda keresztbe, megy a kapu előtt. Tamás Nándor volt az, aki viszonylag tisztán betörhetett a 16-oson belülre. Nem talált kaput. 55. percbe lépünk, mire sor kerülhet a szabadrugás elvégzésére. Lássuk, Vara. Hosszú oldal felé.
Bakiból intják. Moll lökött testtel, érzésem szerint nem volt szabálytalan, de Ák háttal a kapunak, ez így a kapusé. Rumis becsúszva visszaszerzi, Moll pedig eladja. Deák kiröszölt, és most itt a helyén jöhet a Csákvár, nincsen les, gólhelyzet, eltolja, Takács mellett gól. 3-1, Sejben Viktor duplájával. Sejben Viktor góljával, azután lesz a Csákvár szedett, 3-1. Villám gyorsan vezette végig ezt a kontrát is a hazai csapat. Deák kilépett, helyére pedig beütötték a labdát. Kissé lesgyanús volt, az asszisztens nem jelzett. Sejben pedig nagyon higgadtan kivárta végsőkig, eltolt a Takács mellett, és aztán az üres kapuba passzolt. Lopja a távolságot a Csákvári, el is lövi, keresztlétről vágódik le Deák. Galambos Ádám sistergős lökete kötött ki a keresztlécen. Könnyen lehet, hogy Takács is beleért még mankó szöglete. Ott van a labda és ott a gól! 3-2! Ha jól látom, akkor Deák István az, aki kapuba juttatta a labdát. Érdekes lesz a hajrá. Alátudó 79. percében. Mankó szöglete jól szállt középre, Deák pedig ellentmondást nem tűrően érkezett. 80. perc, Mankó Imre a labda mögött. Kapura, megpattan, pont középre ment, nem okozott gondot Markeknek. Kóródi még bent tarthatja ezt a labdát, Kóródi jól fedezi, aztán húz befelé, ott a lövés. Még mindig ott a lehetőség, Moll Dávid ellövi, fölé. Deák, a második szegedi gólszerzője. Kóródi ügyesen fedezi a labdát, aztán tányéros ráncigálja, le is fújja a játékvezető. Sárga lapot szeretne Kóródi, a játékvezető pedig mutatja, hogy a szabálytalanság hol kezdődött el pontosan. Jodáig kell hátrahozni a labdát Molnak. Kocsis, jó volt Kuti becsúszása. Kóródihoz eljut a labda. Kóródi, az lassan lövő helyzet. Kóródi még mindig már a 16-oson belül. Nem volt erő ebben a lövésben. Kudák és Rumis is kérte középen. Kóródi. Mindenki megy előre fejelni, Deák is, Germán is, Mól is előre húzódik, Horváth, Marcel a labda mögött. 92. perc, az nem ment emberhez, sőt, fordulhat a Csákvár. Tamás átforgat a túloldalra, Kocsis jön és Takács is, Kocsis megszerzi a labdát, üres a kapu, és nagyot védett Takács. Már-már úgy tűnt, hogy vert helyzetben van a szegedi kapus, de aztán csak vissza tudott érni, és blokkolta a lövést. Szöglet. Lássuk tehát. 94. perc. Vankó Imre. Rövid sorok felé, kifejelik. A játékvezető pedig lefújja a találkozót. 3-2-re nyerte át a Csákvár a Szeged Csanád Zsocsi Csakamadénia ellen, és az azt jelenti, hogy megszakadt a Tiszapartiak régóta tartó veretlenségi sorozata.